Villanyoszlopnak hajtott egy személyautó, majd egy házfalának csapódott Tiszaföldváron a Mártírok útján. Egy helyi lakos azt mondta, hogy hatalmas csattanást hallott. Egy ismerősét, aki kerékpárral haladt, épp megelőzte az autós, aki úgy tudja, elveszítette uralmát a jármű felett. Az autóból kirepülve a motor, a villanykaró kidőlve, a házfala megsérülve, csúnya látvány volt. A ház tulajdonosa elmondta, ő is csak a nagy csattanást hallotta a nappaliban. Kiment, és akkor látta, hogy a ház falának csapódott a kocsi. Szerinte szerencse, hogy a tuják a ház előtt voltak, így azok csillapították a becsapódást. Egyébként az autó a hálószobába kötött volna ki. Hát reggel a nappaliban ültem, amikor hallottam egy nagy csattanást, és aztán már csak azt láttam, hogy szállnak a villanyvezetékek. Utána kijöttem, és akkor láttam, hogy ott a kocsi a ház oldalában. Műszaki mentés céljából a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók vonultak ki a helyszínre. A rendőrség a helyszínelést teljes útlezárás mellett kezdte meg. A baleset következtében a villanyvezetékek leszakadtak, emiatt több ingatlanban az áramszolgáltatás szünetelt. A tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók az érintett vezetékek kiszakaszolását követően kerekeire állították, majd áramtalanították a járművet. A baleset Tiszaföldváron a Mártírok útja és a Tavaszmező utca kereszteződésében történt. Itt egy személyképkocsi előbb egy villanykarónak ütközött, majd egy családi ház falának, végül pedig oldalára borult. A baleset következtében a villanyvezetékek leszakadtak, ezért 50 ingatlanban ideiglenesen nem volt áramszolgáltatás. A tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók vonultak a helyszínre, akik az áramszolgáltató kiszakaszolását követően áramtalanították a gépkocsit, illetve kerekeire állították. Az autóban utazó két embert a mentők kórházba szállították. Az autó két utasát a mentők kórházba szállították. Az elsődleges orvosi vélemény szerint a sofőr és utasa könnyű sérülést szenvedett. A rendőrök a vezetővel szemben alkoholszondát alkalmaztak, ami pozitív eredményt mutatott, ezért előállították további mintavételre.